İsztambul 2006. Emir uram, akkor itt lenne ez a kis vidéki kuckó. Fedezi a dolgot? Mindenképpen, uram. Fiatal barátom, ha gondolja, ma itt abba is hagyhatjuk. De miután ugye Selma asszony hozta ide, nem szeretném őt kicsit sem megbántani. Ön mit gondol, kedves Selma? Azt, hogy Ezel úr bizonyára tudja, mikor kell felállnia az asztaltól. Ez itt egy egészen más szint. És a híres hidegvéred, a magabiztosságod. Egyszerűen jobb játékos nálam, és ezek itt már hatalmas pénzek. Erre én még nem készültem fel. A kártyajátékhoz ugyan nem sokat értek, de Hassan urat jó 10 éve ismerem ezzel. Most éppen azt gondolja, hogy egy életre tönkretett téged. Jogosan. Nézd. Már nincs semmi olyanod, ami kellene neki. Kiszipolyozott, aztán félredobott. Jelentéktelenné váltál. Akit pedig lenéznek. Az esélyes. Ez az utolsó pénzem. Ma rossz partnert választott, fiatalember. Még nem olyan biztos az. A letett összeg fejében a kisasszony. Mi? Selma, drágám, hallotta ezt? Nem hallottam, Hassan úr. És mostantól bármi történik itt, arról sem fogok semmit hallani. Ezel úr, ön milyen embernek tart engem? Olyannak, aki egy szép nő láttán, akármire képes. Ezel! Csak egy esetben. Ha a hölgynek sincs kifogása. Végén úgyis maga veszít. Kivételes szerencséje van, de mindent visszanyerek. Ezel mi van, ha tényleg veszítesz? Ez egy ilyen játék, benne van. Hassan úr háza Isztinyében. Jegyezné, Emil uram? Emil úr, kérem, intézze nekem a szükséges transfereket. Ne vicceljen, még nem mehet el. Adjon esélyt, hogy visszanyerjem. Ennyi volt, Hassan úr. Nincs már semmi, amit feltehetne. Minden az enyém lett. Ne menjen. Nagyon kérem. Ha most itt hagyjuk ezt az embert, teljesen kisemézve, szerintem nem fog ebbe beletörődni. Mit akarsz még? Agyon is lőnéd? Istenem! Nyugodj meg, Sebnem. Eszemben sem volt odadobni téged. A becsületeddel sohasem játszanék. Ezt eddig is tudtam. Csak azt nem értem, hogy lehetsz ilyen vidám, amikor elvetted mindenét? Nem. Még ott az életem. Istenem. Isztambul 2009. Elvette mindenemet egyetlen nap alatt. Kíméletlenül. De hogy történhetett? Nem hiszem, hogy annyival jobb volt nálad. Idővel mindig jön egy jobb. Ez a világrendje. Megjelent ismeretlenül, élt a lehetőséggel, és kisemmiszett engem. És ki volt még vele, arra emlékszel? Egy köpcös, nagybajszú ember. Kamil. Egy lány, ha jól rémlik, Sebnem. Sebnem? És a testőre. Egy vékony dongájú szakállas fiatal gyerek. Olyan magának való srác. Keveset beszélt. Meg ugye volt az a nő, aki Ezelt akkor tájt odahozta. Selma asszony. Régen szólista volt. Igen, Ezelt az ő ajánlására vettük be a játékba. De őt, Selmát nem érdemes ebbe belevonni. Ő egy tüleményes nő. Érte, ma is kezeskednék. Azért ugye lakik még valahol ez a tünemény. Mindig mindenki megfizet a bűneiért. Csak van, akinek a halálokor nyújtják be a számlát, és van, akinek még életében. De ahogy a bűneink, a jó tetteink sem merülnek feledésbe. Csak azokra kevesebben emlékeznek. Ezel, tényleg te vagy? El se hiszem. Ho-ho-ho. Gyere, bújj be hamar. Gyere. Selma asszony, lehet, hogy akaratom ellenére veszélybe sodortam. Ne aggódj, nem te lennél az első. Gyere, ígyunk egy teát és megbeszéljük, jó? Ide jöhetnek kérdezősködni. És néhány dolgot jobb lenne eltitkolni. Inkább most hagyjalak egyedül. Rendben. Akkor felmegyek. Ha szükséged van valamire, szólj, hallod? Eyşan. Tudom, hogy a nénikénk neked milyen fontos volt. Te mindent neki mondtál el. De ebben rám is számíthatsz, ha neked segítség. Bármit elmondhatsz, amit csak gondolsz, jó? Én mindig melletted leszek. Bármi történjék. Bahar. Igen. Mondd el nyugodtan. Én is nagyon szeretlek téged, nővérem. Az első bűn nem mentesít a többi alól. És minél jobban titkolod, annál nagyobb teher lesz. évtizedet szérte, addig nő az adósságot. Jönnek. Egyre csak nő, és végül egyedül már nem tudod leróni. Ha pedig nem is akarod, mások fognak érte fizetni, kamatostul. Az első bűn a pokolba juttat téged, de az áldozataidat is. Ezeket neked vettem. Na jó, akkor csak beleolvasok. Ha önmagad vagy, az jó dolog. De nem attól leszel rossz, ha nem vagy. Egy szétbombázott ház. Nem a tolvajok fészke. Csak egy szétbombázott ház. A bátyám nem volt rossz ember. Elismerem, hogy tett rosszat, de nem volt rossz ember. A jóság az, ha akarjuk a jót. És ez a vágy mindenkiben megvan. Amikor az erős nem vonja kérdőre a gyengét, hogy miért jössz lassan, miért maradsz el tőlem? Vagy amikor a tehetős ember nem vágja oda a szegényebbnek, hogy miért nincs rendes ruhája. Te voltál. Nem én dúltam fel a fészkedet. Takarodj! Menj! Tűnj el! Nem tűnök el, Eren. Mert engem nem okolhatsz semmiért. Nem én vagyok az ellenséged. Eren, te az apádat vesztetted el, én a bátyámat. Figyelj ide! Eren, te az apádat vesztetted el, de most lehetne egy bátyát, hallod? Én pedig elvesztettem a bátyámat, és most lehetne egy öcsém. Miért ne hozhatnánk ezt össze, mi? Csak mert rossz dolgok történtek, nekünk is muszáj rossznak lenni. Eren... Én mostantól minden nap jönni fogok. Ha tetszik, ha nem, és jó haverok leszünk, meglátod. Hallod, országos cimborák leszünk mi ketten. Tessék, itt van a telefonszámom, meg a címem. Bármikor hívhatsz. És bármikor jöhetsz, az ajtónk nyitva áll. Most mennek föl. Ha elfajulna, védd meg Selma asszonyt. Nem kell. Miért? Itt az öreg is. Hihetetlen. Tényleg csak szólnom kell a bajban, és azonnal jössz. Hosszú. Örülök, hogy itt vagy. Na, gyere! Elmagyaráznád a drága nővéremnek, hogy ilyenkor nem egészséges, ha bezárkózik az ember? Ezt most miért kellett? Azért, Eyşan, mert én hiába mondom neked. Gondoltam, ezzel talán nagyobb hatással lesz rád. Kitalálta, hogy elmegy a nénénkhez. Egyedül akarok lenni, nincs hozzá jogom. Nem, te el akarod hagyni magad. Csak amíg itt vagyunk, nem tudod. Ezért akarsz egyedül lenni. Jó, akárhogy is, Ezelnek nyilván van dolga. Képzeld, hogy nincs. Kifejezetten miattad jött ma ide. Ezel, mondd meg neki, kérlek. Eyşan, most csak kettőnkre számíthatsz. És mi nem hagyunk cserben, mert nagyon szeretünk. Hagyjatok. Ezel, légy szíves. Bahar jól mondja, Eyşan. Ránk mindig számíthatsz, mert mi nagyon szeretünk. Rendben. Ha mindenképpen menni akarsz, menj, de egyedül nem engedlek. Menj Ezellel. Csak azért, hogy ne aggódjak érted, jó? Hadd kísérjen el. Menjünk, bátyám. Szóval én akkoriban a Chacielban léptem fel. Bocsássanak meg. Hadd csörögjön. Folytassa. Rendben. Hol is tartottam? Ja, a Chaciel kaszinónál. Akkoriban lettem szólista. Még egészen fiatal lány voltam. Elég veszélyes terep, nem? Ó, az nem kifejezés. De azért nem félt. Nyilván volt, aki megvédje. Ismerte ezt az urat? Ezel, drága. Hát persze, hogy ismertem. Amikor külföldről megérkezett, egy közös ismerősünk által kerültem vele kapcsolatba. Nagy szerencsejátékos volt. Talán valami bajba keveredett? Mi is azt szeretnénk megtudni, de most, ha megengedi, lenne egy kis dolgom. Várjon, megmutatom. Ne fáradjon. Megtalálja. Ha nem bánja, én azért felvenném azt a telefont. Láttam őt utoljára, de egy nagyon udvarias, nagyon rendes fiú volt. Ha látják, kérem, adják át neki üdvözletemet. És nem is hallott róla semmit? Nem. Miért? Mit kellett volna hallanom? Serdar! Ezelnek, hogy neki sikerüljön a lehetetlen. Dr. Hakan Azizler. Serdar! Már is! Halló? Te vagy az édesem. Igen, tudom, hogy úgy volt, hogy ma átjössz. Figyelj csak, nagy baj lenne, ha későbbre tennénk ezt. Nem azért, nem, jól vagyok, csak ne haragudj, de ma semmiképpen sem jó nekem. Így van, be fogjuk pótolni. Köszönöm szívem. Te is, puszillak. Addig hívott volna, amíg fel nem veszem. Megvagy. Mi az nálad? Köszönjük, hogy időt szakított ránk, és elnézést a zavarásért. Aztán a nő. Én mondom, rég láttam ilyet. Egy igazi dáma. Kár, hogy egy szava sem igaz, mi? Érdekelne, hogy mi az a lehetetlen, ami sikerült Ezelnek. Ez a Dr. Hakan Azizler talán meg tudja mondani. Amúgy hogy ment? Nem volt gond. Akkor jó. A bűnösök mindig az árnyékban bújnak meg, mert a bűnnek lételeme a sötétség. A bűnösök fegyvere még a szótlanság. A bűn egy másik kelléke, a csend. Amikor először mentem a nagynénémhez, azt ígértem neki, hogy többé nem csapom be magam. Nem élek tovább hazugságban. Inkább mindent magam mögött hagyok. De lassan már ott tartok, hogy azt sem tudom, ki vagyok, és egyáltalán mit akarok. Ismerős érzés. Lehet, hogy neked az, de nekem egyáltalán nem. Megoldást is tudsz rá? Megtalálták az orvost. Lehet. Legalábbis van néhány tippem az újrakezdéshez. Isztambul 2005. Nem ismerted meg. Miért? Miért nem ismertél meg, anyám? Ezért nem. Hogy nem ismersz meg. Pedig én vagyok az. Ismered az illatomat, nem? Itt a fiad. İsztambul 2005. Ezel? Szép jó reggelt, hogy vagy? Ne aggódj, a vágások nem mélyek. A műtéti sebekhez nem nyúltunk. Egy-két hónap és nyoma se lesz. Inkább másfajta sebek miatt féltelek én. Ezel, te olyasmit tettél, ami minden embernek nehezére esne. Ezért egy darabig Selma asszony fog rád vigyázni, csak hogy ebből kilábalj. De ugye időnként eljön megnézni őt, doktor úr. Ez nem is kérdés. Jaj, mielőtt elfelejtem. Egy kis ajándék neked. Ösztönzésül. Minden jót. Viszlát. Maga kicsoda? Én Ramiz úr régi barátja vagyok. Azt mondta, mostanában szükséged lehet egy kis segítségre. Igaza volt. Sikerüljön a lehetetlen. Dr. Hakan Azizler. Egy kicsit még, legyen hosszabb az ujja. És a másik lehetne egy árnyalattal világosabb, jó? Hogy tetszik? A ruhával eddig sem volt gond. Inkább azzal van, aki hordja, de majd őt is összerakjuk valahogy. Köszönöm. Muszáj Bájgunárnak öltöznem ahhoz, hogy bosszút álljak. Erről a témáról nekem inkább ne is beszélj. A bosszút egyedül rád tartozik. Az én dolgom csupán az, hogy Ezelből úriembert faragjak. Sok sikert. Látom, hogy Rám is sok mindent elért nálad, de vannak dolgok, amiket egy börtönben nem lehet megtanulni. Például? Jó modor, stílus, nemesség, finomság. Ja? És főképp az, hogy megtanulj hazudni. Szemrebbenés nélkül bárkinek. Biztos, hogy készen állok erre. Isztambul 2005. Őszintén. Nem életem. Határozottan nem vagy kész. De úszni csak mély vízben lehet megtanulni. Menj csak. Ezel, hogy tetszem, milyen ez a ruha? Selma asszony adta rám. Mert hogy állítólag ma nagy hasznomat veheted. Akkor tud valamit, amit én még nem. Kérdezhetek tőled valamit? Miért vele játszol? Kell a gyakorlás. Azt értem, de miért pont ezzel az emberrel ülsz asztalhoz? Parancsoljanak. Ó, Selma asszony, Isten hozta önt. Azért, mert a bosszú vele kezdődik el. Isztambul 2009. Az első bűn, amit elkövetsz, olyan, mint a hű szerelmes. Várja, hogy visszatérj hozzá. Dr. Hakan Azizler! Ki a fickó és hol lakik? Ezeket kellene megtudnod. Persze. Vagy jövőre. Nem ér rá, még ma derítsd ki. Ha végig gondoljuk minden eddigi bűnünket, el kell jutnunk a kezdetek kezdetéhez. Életem talán legszebb 2 évét töltöttem itt. Odafönt mi van? Semmi. Semmi sincs fent. Csak a szobám. És azt nem akarod megmutatni? Nem. Dehogy nem. Nem. De igen. És amikor ott vagyunk, ahonnan az egész indult. Ugyanazt a vágyat követve, valamiért ismételten elkövetjük ugyanazt a bűnt. És amikor az a vétked, hogy megölted a szerelmet, vezeklésül újra és újra meg kell majd tenned. Igen, itt vagyok. Én vagyok az. De te... nem az vagy, akinek itt kéne lenni. Gyere, jó, vigyázz a szélével. Úgy, tegyük le. Ez. Nagyon szép lett. Tényleg, mikor fejezted be, apa? Észre se vettem. A szósz én is segítettem volna munka után. Épp eleget vártam már vele. Nem akartam tovább halogatni. És azt terveztem, hogy Ömerrel fejezem be. De a sors úgy hozta, hogy egyedül kellett. Lényeg, hogy kész. Mik azok? A bátyám könyvei. Nem kellenek. Elkezdtem őket olvasni, de valahogy nem megy. Rossz érzés. Hiába már a szemem se a régi. Alig látom, hogy mi van ideírva. Hova? Össze-vissza van firkálva. Hol? Én nem is láttam, mutasd. Cengiz, Eyşan, Ali. Mik azok? Semmi. A regénnyel kapcsolatos dolgok. Feljegyzések. Jó, akkor én visszamegyek a műhelybe. Aludni úgy sem tudnék, dolgozom inkább. A bűnöd az, hogy mint halálig szerettél. A büntetésed az lesz, hogy azután is az ő nevét kell kiáltanod, amíg valaki meg nem hallja. Pasassal, akit még Csengéznél láttál. Rájöttél, hogy ki az? Előbb mentsük ki magunkat, aztán jöhet ő. Jó, akkor én mit tegyek? Mondjam el Kamilnak? Ez a szerdár nem tetszik nekem. Te megbízol benne? Te fó, mit mesélt neked az öreg velem kapcsolatban? Az öreg sohasem mesél, Ali. Csak kérdez. Te pedig válaszolsz. És téged kérdezett egy Ömer nevű fickóról? Nem. Miért nincs következő lépés? Miért nem csinál semmit? Ki az? Megint kiszöktél? Jól van, gyere! Gyere, öcskös, ülj le! Az orvos címét várjuk. Reggel megyünk. Még egyszer létszi egy utolsót! Ez nem volt jó, olyan rendeset akarok! Olyan magasat csináljatok! Elég volt most már. Nem volt jó, és különben is azt mondtad, amíg hazaérünk, repülni fogok, és csak párszor emeltetek fel. Mi az, Hakan? Menjetek be. Mi történt? Nem értem, én csak jót tettem magával. Ez a hála. Tisztában volt a kockázattal. Csak oda. És miért kell most azonnal mennem? Mert reggelre itt lesznek. Meddig maradok ott? Amíg azt nem mondom, hogy visszajöhet. Az anyagomról vannak még másolatok? Nincs, elégettem mindet. Csak a legfontosabbakat vigye. És a nejem, a lányom? Megvédjük őket. Magának kell eltűnnie, hogy még kérdezni se tudják. De én nem ezt érdemeltem. Ez nem az érdemről szól, doktor. Mind a ketten azt tesszük, ami szükséges. Holnap kora reggel itt várom magát. Ezel? Gratulálok. Magának tényleg sikerült a lehetetlen. Teljesen más ember lett.